A 2021-es első rendezvényük után ez most gyakorlatilag egy folytatása a Ligeti Pikniknek. Azért piknik a neve a rendezvénynek, mert arra invitálják a helyieket, hogy kóstolják meg velük együtt azokat a finom ételeket, amelyeket helyben készítenek, és amelyek tájegységünkre jellegzetes ételek. Nagyon sok felületen hirdettük, hogy itt milyen ételeket lehet majd megkóstolni. Ezek között megtalálható babgulyás, a csülökpörkölt, a karcegi birkapörkölt, a Ferdinánd, tehát helyi jellegzetességek, és lesz koncert 5 órától, a Best Company, a Pipás zenekar fog fellépni majd Esztergomból, a Keserű nevű formáció, és mindezen túl gyerekeknek is készültünk programokkal, úgy mint a rönkhajítás, a célbadobás, zsákbafutás, vízhordó verseny, szóval minden korosztály megtalálja majd itt a nekivaló programot. Arra invitáljuk a helyieket, hogy kóstolják meg velünk együtt azokat a finom ételeket, amelyeket itt helyben elkészítünk, és amelyek tájegységünkre jellegzetes ételnek minősülnek. Közben beszélgetnek, játszanak a gyerekek, és zajlanak a programok, mint egy pikniken. Ez egy ilyen indián nyár, vagy vénasszonok nyarai program, de hát az mondjuk az időjáson nem érződik, mert olyan, mintha egy augusztus közepi nap lenne, annyira meleg van. Az egyesületnek a karcagi ízek népszerűsítése is fontos feladata. Az egyesületünk is hagyományozó tevékenységet folytat, és ekként mi is fontosnak érezzük, hogy a gasztronómiai különlegességeket ne csak városhatáron kívülre vigyük el, hanem itt helyben is képviselhessük. A mai nap folytatására, tehát a harmadik epizódra jövő év márciusában kell számítani, árult el az elnök.